nagy tudású mozgalmi ember, akire nagyon nagy szüksége van az ilyen fajtákra a felvidéki magyarságnak. Pontos ismeretek birtokával minden nemű nadzási és föltűnési viszketegség és mánia nélkül teszi a dolgát. Így jellemzi Laca Tihamér publicistát, műfordítót, számos tudománytörténeti és tudományos ismeretterjesztő kiadvány szerzőjét Csemadokos kollégája Bártos Gábor. Laca Tihamér a Prágai Károly Egyetem természettudományi karán szerzett diplomát, mert egyetemistaként igyekezett a közösségért dolgozni. A prágai Ady Endre diákkör elnöke lett, majd megalapította annak irodalmi folyóiratát. Egyetemi tanulmányainak befejezése után hazatért, és a Szlovák Tudományos Akadémia Polimer Intézetében helyezkedett el. Mivel a publicisztika nem állt távol tőle, 1975-ben a Csemadok 7 című kulturális és közművelődési hetilapjának szerkesztője, majd 89-től főszerkesztője lett. Itt olyan kiváló kollégákkal dolgozott együtt, mint Mács József, Kesszeli Ferenc, Oswald Árpád vagy Csanaki Eleonóra. A témák soklétűsége is érdekelt engem, mert hát én sok minden iránt érdeklődtem, és hát így aztán lehetőséget is kaptam arra, hogy nem csak riportokat kellett írnom, hanem mondjuk irodalmi kritikákat is írtam, aztán később a tudománytechnika rovatot is én vezettem, tehát aztán teljesen kiélezettem a tudományos ismeretterjesztő ambícióimat is. És hát ezekből az írásokból később, már aztán a rendszerváltás követően idővel egy-két könyv is megszületett. Embereket mutattunk be, és hát ott voltunk minden nagyobb Csemadok rendezvényen is, akár Zselízen, akár Gombaszögön, hát én magam is számtalan alkalommal voltam ezeken a rendezvényeken, riporterként, a Fábri napokon is, a Kazinci napokon is ott voltunk, tehát mindenképpen valahol együtt éltünk mi ezzel a szervezettel, és már abban az időben is főleg az volt a szempont, hogy a felvidéki magyarok szellemi, kulturális életéről adjunk hírt, és hát lehetőleg minél több lehetőséget biztosítsunk azoknak az embereknek, akik úgy gondolták, hogy van fontos üzenetük, mondani valójuk is az embereknek, az olvasóknak. Bárdos Gábor és Laca Tihamér már egyetemistaként is követte egymás munkáját. Bárdos a Csemadok Központi Bizottságának szervezési osztályán kezdett dolgozni, a hétbe kulturális tudósításokat küldött kiállításokról, koncertekről. Így kerültek kapcsolatba a 70-es évek második felében. Emellett számos közösségi aktivitásba is bekapcsolódtak. Ilyen volt például a Szerdai Kupanap. Semmi köze nem volt a focihoz, hanem inkább a kultúráról és a mozgalmi életről próbáltunk, mármint a csemadokos mozgalmi életről eszmét cserélni ezeknél az esti boros beszélgetéseknél. Na és itt néha a Tihamér is megjelent, de már akkor is inkább a tudománytörténet felé hajlott és azzal foglalkozott, de nagyon jó kis beszélgetéseket lehetett vele összehozni. Aztán később, amikor Nyugodjék Najman János a szlovákiai magyar rádiózás és újságírás nagyöregje összehozta a foci csapatunkat, mert volt itt annak idején egy ilyesmi is, hogy Csemadok heti lapok és rádió foci csapata. Összejártunk focizni edzésekre, sőt, mert mérkőzéseket kötöttünk le, fociztunk a magyar színészválogatott ellen. Laca Tihamér a hét megszűnése után a Szlovák Rádió magyar adásának szerkesztő riportere volt. Szerkesztette továbbá a Szabadúság kulturális rovatát, valamint óraadó tanárként dolgozott a Pozsonyi Magyar Gimnáziumban és a Sejé János Egyetemen. Újságírói, szerkesztői és tudományos tevékenysége során elsősorban irodalommal, sajtó és tudománytörténettel, valamint tudományos ismeretterjesztéssel foglalkozott. Könyvet írt például a földrajzi utazókról, az írás történetéről vagy a kémiai elemek kultúrtörténetéről. Hát ilyen évtizedes léptékekben próbáltuk ezt az egészet feldolgozni. A könyvírás is fontos volt, mert hát végülis az ember igyekszik magát egyrészt a kíváncsiságát kielégíteni, másrészt szellemi kondícióban is tartani. Csak új ismeretet is szereztem. Olyan ember voltam, aki szeret utána nézni a dolgoknak, és kíváncsi főleg. És hát a könyvírás során is magamat is műveltem, tehát nem csak másokat igyekeztem információkkal ellátni, hanem közben én is gazdagodtam, tehát mindenképpen hasznos munkának éreztem ezt. A könyvírás mellett tankönyveket és szakkönyveket fordított magyarra. Megalapította a Szlovákiai Magyar Tudományos Társaságot. Rendszeres előadója volt a Pozsonyi Kaszinónak és a Dunaszerdahelyi Nemzetközi Vámbéri Konferenciának.
mindig egy cél vezérelte, hogy másokat tanítson és műveljen, egyúttal pedig önmaga is új ismeretekkel gazdagodjon.